A műholdas felderítés jelentette, hogy egy ellenséges járőrhajó tart a mieink felé. Riassza őket! Halló, Lucky! Halló, Lucky! Jelentkezz! Jelentkezz! Vége! Halló, itt George, Mark, Waters és a kvakvarak, vége! Indiánokat láttak hadiösvényen felétek. Vége! Egy tetves indián családok. Ne vegye szó szerint! Ismétlem, ne vegye szó szerint! Keselyük köröznek a tetem felett. Ismétlem! Keselyük köröznek a tetem felett. Egy rohadt sirályt látok csak, de... A vérebb eltépte láncát. Utcai bandák fosztogatnak. Hé, hey, pöckölgeted a pucám? Óvatosan, maga idióta! Azt mondtam, csak az orrára célozzon! Elnézést, uram, majd igyekszem pontosabban célozni. Ez a fickó bandja, ki tette a lövészethez? Én, uram, az unokaöcsém. Ki ez itt? Egy balfácán, uram. Azt én is látom. De mi a neve? A neve, uram, Balfasz. Balfasz őrnagy. És az unokaöccse? Az is egy balfasz, uram, és a Filip keresztnévre hallgat. Hány balfasz van még az űrhajómon? Jelen, uram! Sejtettem, csupa balfasz van körülöttem. Bab, gyere velem, lerte a kocsiddal. Átfésüljük a környéket, díszolja a papnak, hogy várjon. Ha egy órán belül nem jövünk, holnap reggel lesz a próba, ennyi? Nem! Nem halasztatjuk el a próbát egy buta macska miatt. Buta macska? Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen szinte a testvéred volt. Hagyjuk, hogy kint kószáljon az utcán, étlen, szomjan, WC nélkül? Greg majd megkeresi. Mi? Ja, mi? Ó, ez csodás! Aha. Jó. Jó. Jól van, Danny? Danny, Danny, Danny! Apa, itt vagyok, ahó. Oh, jól Drága. Van. Most te ugrasz be gyűrűvívőnek. Mi? Nem, nem teszem a fejemre azt a hülye párnát. De még mennyire, hogy felteszed? Vádolom! Igen! Vége! Most már vége! Elhalálozott. Ezt velem még egyszer nem csinálja meg! Nyugi! Azért mégiscsak egy ekkora valami mászott beléd, egy ekkora! Elég, hagyja már! Nagyon bátor volt. Hozzunk önnek valamit. Mit kívánna? Egy fanyit. Egy jó nagy fanyit kérnék. Jó, milyen ízűt? Mindegy. A seggemnek lesz. Ki ez az idióta seggfej? Kúr. Na kis seggfej, hol van volt ez? A bátyáim rátapadtak. Becserkészik, nem? Az ápolónőt is elővarázsolják? A szétszentség, kurd. Előlünk még senki sem pattant meg. Na vajon, pofa. Ha még egyszer kurdnak hívsz, én szétlacsantom azt a fertelmes húgy agyadat. De jó fej vagy, te kurd. Mentsük meg a delfineket alapítványnak 11 millió dollár. A mentsük meg a pumákat alapítványnak 1,2 millió dollár. A patagóniai fürkészdarázs védegyletnek 1,4 millió dollár. A diszlexiás dalmát ebek alapítványnak... Pokolba az állat, Kertel. Mit hagyott rám a Vincsont? Kérjen, mély gyászában arra kíván utalni, hogy... Egyetlen atyának tragikus halála, tátongó űrt hagyott maga után a számlája, a szívében, és kerigen kíváncsi, mi minden maradt rá, ami kitölthetné ezt. Na lássuk. Hiúzok, bagyok, kígyók. A lányomra, a kerigenre, az ostoros majort. Azért nem ilyen súlyos a helyzet. Mi az? Ott van, ő az, a grafikus mellett. Ja. Nem akartam hinni a szememnek. Olyan volt az egész, mint egy álom. Pedig ő állt ott, a feleségem. Olyan volt most is, mint ahogy az emlékeimben élt. Az a gyönyörű arc, azok a csodálatos idomok. Ha csak meglátom, hevesebben ver a szívem. És azok a kackiás mellek, amint kíváncsian kikandikálnak a blúza alól. Ez az a nő, aki előtt térdre borul az ember, és hálát ad a sorsnak, hogy férfi lehet. Istenem, milyen csodálatos dolog is lehet férfinak lenni. Milyen, milyen. Elfelejtettem. Maga Charles Barkley. Uramisten! Lányok, gyertek ide, gyertek gyorsan, nézzétek! Ez Charles Barkley! Beszállhatok, lányok? Ó, na hát, jöjjön be! Na, játszunk egyet!
hagyja már! Yeah. Ez nem is Charles Barkley. Szegene. Csak egy béna alak, aki hasonlít rá. Ciki vagy öreg, kopj le! Minket te nem ejtesz át! Csaszok haza! Na mire válsz, tűnj el! Maganős? Nem. Voltam. De ez bonyolult. Nem nagyon tudta megszokni, hogy talán az én hibám is. Ó, Isten! Ez mindig így megy itt? Hogy lehet itt megmaradni, te jó ég? Mostanában nagyon szar, de máskor is az. Mióta csinálja ezt? 5 éve. Akkor látott már ezt-azt, mi? Nem, az ember megtanulja távol tartani magától. Ahogy a zsaruk kerítik el a tett helyet. Ezt az áldozatoknak magyarázd meg, Istenem, Ignác. Eladod a lelked. Kinek akarsz megfelelni? Megfelelni? Először is neked és annak a tiszta, szép magyar szívednek. Aztán meg kell felelnem a családunknak, a rabbi nagyapánk szellemének, az áldott Tórának, aztán jön a császár, a liberális szellem, a római jog. Meg kell felelnem kormánynak és ellenzéknek, a saját igazságérzetemnek. Meg kell felelnem az öcsémnek, aki felforgatná a világot, és az apámnak, aki mindent a régiben akar hagyni. Tessék, ezeknek kell megfelelnem! Állampolgári jogokat kellene adnunk a színesbőrűeknek. Embertelen lenne, ha nem. Nos, ki adna választójogot a négereknek most? És mi következhet azután? Egyetemes választójog? Még a nőknek is? Mondjuk azt, hogy azért fizet, mert érdekében áll, hogy fizessen nekem. Holnap délig várok a válaszra és az összegre. És ne felejts el. Engem többé ne keressenek. Soha. Mostantól csak Turnbull tárgyal magukkal. Szenátor úr, válaszolhatok most rögtön, ha akarja. Módosítsuk az összeget 0-ra. A kaszinó engedélydíját sem fizetem ki, és nagyon örülnék, ha személyesen hozná el. Nézze, Dimitri! Ugye tudja, hogy többször is beszélgettünk már arról, hogy előfordulhat, hogy lehet valami baj a bombával. A bombával, Dimitri. A hidrogén bombával. Nos, hát az történt ma nálunk, hogy az egyik légitámaszpontunk parancsnokának, hát, hogy is mondja, szóval egy kicsikét megzavarodott az elméje. Érti? Bolondos. Egy kicsit, és aztán nagy butaságot csinált. Elmondom, hogy mit csinált. Parancsba adta a bombázóknak, hogy támadják meg önöket. Hadd fejezzem be, Dimitri. Füge, Frankie. Jimmy T. Hogy vagy, haver? Hogy vagy, öregem? Isten hozott magát. Jó, köszönöm. Jó vagy, haver? Jól nézel ki. Kösz te is. És a meló? Jó szar. Ja. Neked? Hát igazából nem is olyan rossz. Megismertem egy csajt, pénztáros. Nem már, ez tök király. Ja. Dupla randiznunk kéne, baszki. Te, én és Lori, és mi is a neve? Fehér proli név, tippelj. Mandy. Nem. Marilyn? Nem. Britney? Nem. Tiffany? Nem. Candice? Nem. Ne szopassál már, ebben jó nem, vagyok. Nem, úgy nézek ki, mint aki szopat. Nem, na jó, villámkör, sorolom a neveket, és ha eltalálom, kurvára csenges, oké? Okay? Majd jelzek. Értem. Na jó, Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Autumn, Ruby, Taylor, Tara, Tammy. Lauren, Charlene, Chantal, Courtney, Misty, Jenna, Krista, Mindy, Noel, Shelby, Trina, Riva, Cassandra, Nikki, Kelsey, Shona, Jolene, Erling, Claudine, Savannah, Casey, Dolly, Kendra, Carla, Chloe, Devon, Emily, baszott, Becky! Nem. Várj, ezek közül valamelyik Linnel a végén? Igen. Ó, most megvagy, te rohadék, most megvagy, oké. Okay. Brandilin, Heatherlin, Channing, Tammy Lynn. Baszki! Tudom, hogy ez borzasztó helyzet, de nem én tehetek róla. Hát, te nem hívtad, és én se hívtam, mégis itt van. Már itt is van. Jó napot. K-
Kávé? Mi? Valaki kávét akar? Persze, maga volt. Azt mondta, kérne. És? Mi a gond? Ben, főzz a barátodnak egy kávét, én meg befekszem a kádba. Talán végleg. Nézd el neki, általában remek házigazda, de most gyászol és lassan múlik. Markiné de blablabla, grófné de blablabla. Pasziánó Gyó gyöngéd barátnője. Ezt hallgass meg. Évek óta plátói természetű kapcsolatot tartanak fent. Plátói? Mi a felét jelent az, hogy plátói? Hát ő plátói. Ma. Olimpia asszony szereti Proustot, Baudelaire-t és Whitman-t. Megőrül Thomas Mannért, Beckettért és Joyce-ért. Jó kis cafka lehet. Na, ezt nem húzza meg szárazon. Engedélyezés? Miért te engedélyezném? Ennyi halasztást még eltűr az igazság szeretetem. Akkor fenékig. Nem, köszedi. Épp szokogatok lefelé. Tessék inni. De te nem akarok inni. Nem akar inni. De akar. Nem akarok. Akarsz. Nem akarok. Akarsz. Nem akarok. Akarsz. Nem akarok. Nem akarsz. Akarok. Nem akarsz! Akarok! Nem akarsz! Akarok! Ide hangas helyre, szer, azt mondom, hogy akarok, az azt jelenti, hogy akarok! Hadd mondjak el néhány dolgot a nyúzóról, mielőtt találkozol vele. Azt mondják, fiatal korában valamiért kifeszítették a száját, és kivágták a hangszálait. Megnémítve és összevagdalva hagyták ott, azóta se tud beszélni. Figyelj csak, nézd rám! Koncentrálj, mert fontos, amit mondok. Két dolog van, amire a nyúzó igen érzékeny. Érted? 1. Ne bámuld azt a ronda nagy csepp helyet a nyakán. 2. Ne is említsd. Érted? Egy szóval se. Jó. Micsoda hatalmas forradás! Nem csoda, hogy utálja, ha emlegetik. Elnézést, egy pillanat. Elfogyott a téglád! Gyere már! Ne lazsálj! Nincs már több téglája! Kifogyott! De van! Mi? Van! Mindenki! Van mindenki! Jön a téla! Jön a téla! Repül a téla! Repül a téla! Na elég volt, engem nem dobálhat senki büntetlenül! Gyerünk már, ne csögölj! De itt előré meg hátulról!